Tisztelt kiskörösiek, bizonyára már tudnak róla, hogy az elmúlt héten a vásárlók általi maszk használata bevezetésre került a kiskörösi üzletekben. Megköszönöm a város, a lakó, város lakosságának és az üzletek üzemeltetőinek együttműködését a vírus elleni védekezésben. A lakosság részéről rögzítettük és kezeltük azokat az észrevételeket, amikhez még nem jutott el az önkormányzat által biztosított szájmaszk. Az elmúlt héten minden házi orvost és az orvosi ügyeletet személyesen kerestem fel, és számukra is juttattunk belőlük. A mai naptól ismételten lehetőséget kaptak a polgármesterek arra, hogy helyi szintű szabályokat, korlátozásokat vezessenek be településükön. Én nem kívánok ilyen korlátozásokat bevezetni ezen a hétvégén. A kiskörösi szociális otthonokban az intézményvezetők tájékoztatása alapján a héten a járványügyi hatósági ellenőrzések megtörténtek. A hatóság mindent rendben talált az intézményeinkben. Ezután is köszönjük az otthonok dolgozóinak és vezetőinek az áldozatos munkájukat. Az ünnepek után elindult SUTUS ETA és az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény munkatársaival együtt szervezett Nem vagy Egyedül csevegővonal. Számos hasznos információt és lelki segítségnyújtást tudtak adni a héten a kollégák, akikhez az esti órákban önkéntes csevegők is csatlakoztak. Köszönjük az ő segítségüket is a vonalak másik végén. Arra biztatom önöket: éljenek a lehetőséggel, kérdezzenek, vagy csak egyszerűen telefonáljanak, ha nincs kivel szót váltaniuk. Az Egészségfejlesztési Iroda ebben a helyzetben is nagy hangsúlyt fektet a lakosság testi és lelki egészségének megőrzésére. Facebook oldalukon minden korosztály számára online torna, pszichológiai szolgálat dietetikai tanácsadás is a rendelkezésükre áll. Javaslom, vegyék igénybe ezt a hasznos kezdeményezést a Kiskörösi Egészségfejlesztési Iroda Facebook oldalán. Kérem Önöket, továbbra is maradjanak otthonaikban, és tartsák be az előírásokat, hiszen a védekezés mindennyiunk közös érdeke.